Fegyverkalibrálás nélkül nem célszerű csatába indulni, így a Nagy Mihály völgyében csatázó airsoftosok is elvégezték ezt a fontos mozzanatot a harci szimuláció előtt. Volt, aki közelharci fegyverekkel, volt, aki távcsöves mesterlövész puskával vágott neki az összecsapásnak. Szabó József László első alkalommal próbálta ki ezt a sportágat, de előtte többször is utána olvasott a szükséges felszereléseknek. Ismerős ajánlásával kerültem ide, és ugye maga a téma már elkezdett érdekelni régebben, mielőtt kaptam egy ajánlást. Ez főként a háborús játékok és a haditechnikához való vonzódásom adta, és akkor evidens volt, hogy hát ha van már egy ilyen sport, ami emulálja a valós tűzharcokat, akkor menjünk el. Péter Krisztián, a Spear Hedersoft team kapitánya úgy nyilatkozott. A köbörével foglalkozó hagyományőrző egyesület tagjai igazi harcosok, akik az autentikus fegyverek mellett a modern kor harcászati eszközeit is szívesen kipróbálják. Feladatok között az egyik az, hogy indítaniuk kell egy vizes rakétát, és a vizes rakéta indítása után pedig egy bombát kell helyezzenek egy vödörben, ami egy ilyen füstgránát szimuláció egyébként és utána meg párhuzamosan ezzel meg kell védjék a saját bunkerüket. Kíváncsi eszek, hogy hogy fogják végrehajtani a csapatok ezt az összetett izgalmas feladatot ezen a változatos terepen. A rekreációs sportnak számító Airsoft egyre nagyobb népszerűségnek örvend a fiatalok körében. 16 éves kortól bárki csatlakozhat a harci szimulációkhoz.